Így van, tehát folytatjuk tovább a Mokkát, tovább ezekkel Stahl András. A nyári szünet miatt az iskolásoknak már nem tud előadásokat tartani a drog veszélyeiről, ezért most váltott. Egy kecskeméti szeretetházba ment, ahol a rászorulóknak, köztük hajléktalanoknak és nagycsaládosoknak ebédet osztott. A színész szavalt is, sőt, együtt imádkozott az elesettekkel. Az aktív riportja után itt a stúdióban folytatjuk a témát. Egyébként nagyon érdekes, hogy rengeteg hívő írt nekem levelet, rengeteg idézetet kaptam a Bibliából. Nem, egyáltalán nem furcsa módon, hiszen gondolom, hogy a kereszténységnek, illetve egyáltalán a vallásnak a szeretet az alapja. Stahl András hívő embereknek tartott előadást, majd ételt osztott nekik. Ez már a 17. alkalom volt, amióta az elsőfokú ítélet után közönség találkozókra kezdett járni. Itt, a kecskeméti barátságközpontban az érsek tanácsosa is részt vett az előadáson. Én, amit mondtam búcsúzóul a művész úrnak, hogy hát imádkozom érte, és hát drukkolok neki. A templom igazgató szerint az egyháznak nincs joga, hogy ítélkezzen Stahl felett. Stahl az előadás végére egyetértett azzal, hogy hitet kell merítenie. A találkozóról videót is készítettek, ebből láthatnak most a részletet. Biztos, hogy valaki vagy valami rám odafent vigyáz. És az bizonyítja, hogy most itt van. Tehát a hitedet nem veszítse le. Nem, semmiképpen. Semmiképpen. Stahl ezután a János Vitézből idézett. Tenger virág éri tarkán körülötted, de ő a virág a szemét nem vedett. Ez az idős asszony szintén részt vett Stahl előadásán, szerinte a színész megbánó volt, és még adományt is osztott. Csirkefarhátat. Szép volt, nagyon friss is volt, nagyon jó esett, ami tényleg egy ilyen mi fajta emberünknek ez jó esett. A találkozó végén Stahl és ügyvédje együtt imádkoztak az emberekkel. A témával kapcsolatban a vendégem Farkas P. József, Boldog Karol Vojtila Barátságközpont igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogyan fogadták Stahl Andrást? Örömmel, nyitott szívvel, mint mindenkit, aki a Barátságközpontunkba belép. Ezt most úgy értem, hogy nem egyszer, csak egy szabaduló levelet hoz hozzánk egy testvér, ami rá van írva, hogy 12 évet ült például valaki, és még személyigazolványt se kapott, de már hozzánk jön ételé, jó szóé, barátságért. Őtet is, az ilyen kritikus helyzetben levő embert is pontosan olyan nyílt szeretettel fogadunk, mint bárkit, aki ide belép. A kritikus helyzetben lévő ember alatt mit ért? Valami életdráma, valami sors, tragédia vagy törés van valakinek az életében. Azt gondolom, hogy a barátság az nagyon sok mindent képes áthidalni, átkötni. A második János pápa, aki nekünk meghatározza a mindennapjainkat és az életünket, pont erről adott nagyon sokszor szép példát, amikor a többi között találkozott Akcsával, ugye a börtönbe kereste föl, és mély beszélgetésben átbeszélték a súlyos problémát, a többi között az, hogy meg akarta gyilkolni a pápát. De azt gondolom, a második János pápa példája abban is nagy erő számunkra, hogy ne ítélkezzünk. Azt hiszem, hogy ő volt az, aki elment az izraelita közösségekhez, ortodoxokhoz, reformátusokhoz, mindenhova, és azt mondta, testvéreim, nyitott a szívem, meg arra figyelmeztetett bennünket, hogy ne féljetek. Hát nézze, ilyen nemes párhuzamot még senki nem vont a saját, hogy mondjam, filozófiája, érzése és mondjuk Stahl András között, de ez abszolút, azt gondolom, hogy érthető egyébként az önök részéről. Egyébként, ha már itt tartunk, Stahl András hogyan került oda önökhöz? Önök hívták meg előadásra szavalni, vagy hogy osszon ételt a rászorulóknak, vagy pedig Stahl András jelentkezett be? Stahl András jelentkezett be, és hozzáteszem azt is, hogy ez nálunk nem egy különlegesség, hogy valaki eljön, bejelentkezik és ételt hoz, mert mi a mindennapokat így építjük föl. Tegnap a nemzetőr csoport főzött és adott ételt az embereknek, és sok minden mást is, mert ugye gyümölcsöt kapunk egy másik adakozótól, süteményt egy megint harmadiktól, tehát nálunk ez teljesen természetes és megszokott. Az is, hogy hát ismert személyiségek, hát nálunk járt a köztársasági elnök úr, Sólyom László, Schmidt Pálné, és még nagyon sokan hosszan sorolhatnám, hogy kik jöttek-e hozzánk, hogy ebben a nemes közösségben, amelynek az alapja egyedül a nyitottság és a szeretet,
hogy találkozzanak azokkal az életsorsokkal, akik hát bizony már születésük előtt, vagy többségük születésük előtt már 9 hónapban hátrányos helyzetben van. József, önök mindenkinek mindent megbocsátanak? Azzal, hogy elfogadják ezt a jellegű vezeklést, hogy mondjuk oda kerülnek önökhöz, ételt osztanak, segítenek, mondanak néhány emberi szót, tesznek néhány emberi gesztust? Nézze, az Úr, ami ítélőszékünk, ő majd megítél mindenkit a maga ügyében. Mi azt látjuk, és a saját életem is példa erre, és azt gondolom, hogy a nálunk levőknek nagyon sok embernek így van, hogy fönt és lent, magasan és mélyen éljük az életünket. Ma ránk világít a nap, holnap pedig valahol mélyben, saját bűneink nyomán, saját hülyeségeink miatt elrepül ez az élet. De a többi között hát ugye teljesen világos, hogy az élet egyszer le is jár, és vége egyféle fényesebb karriernek, hogy úgy mondjam. Ez a házunk erre példa, hogy az isteni szeretet az befőd. Hát megbocsájt, nem ítélkezik. Azt kell mondjam, hogy sokkal jobban egyetértek önnel és ezzel a gondolattal, mint azokkal az álszent véleményekkel. És most vonatkoztassunk el Stoll Andrástól, akik tényleg aztán ilyenkor mindenkire ráborítanak mindent. Közben persze pontosan tudjuk azt, hogy mindenkinek vannak bűnei, mindenkinek vannak hibái. Egyébként ön nyilván azért, illetve önnek biztos volt lehetősége arra, hogy Stoll Andrással ugye beszélgessen. Mit tapasztalt, hogy valóban látható nála az, hogy iszonyatosan megbánta a cselekedetét, a bűneit, a hibáit, és most ezért tényleg ő tiszta szívvel vezekel? Egy biztos, hogy hitelesnek tűnt. Persze mindig bennem is bennem volt, hogy ő egy színész, egy kitűnő színész, meg lehet ezt játszani, de nekem az a véleményem, hogy őt már az Úr meghívta valamire. Én figyelmeztettem is, hogy Oscar Wilde-nak van egy nagyszerű munkája, ugye hatalmas zseni volt, és európai irodalomnak egy csúcspontja, ugyanakkor homoszexualitási például börtönbe került, és a legmélységből, a legsötétebb börtönből és szégyenből és gyalázatból, ami abban a korban ugye egy súlyos, megbocsátatlan bűn volt, onnét írta a De Profundis, a mélységből, tehát a Zsoltáros idézeté adta a címet, a mélységből elindulhat valami, és ez a titok az Úr különleges műhelyében, hogy leránt valakit, és azt mondja, hogy én akarlak, és azt mondtam Stoll Andrásnak, hogy téged az Úr ezer és ezer ajándékkal meglepett, megajándékozott ingyen, nem csináltál érte semmit a születésedben, nem úgy, mint ezeket az embereket, akik itt vergődnek. Valamit akar. Furcsa, és ezért tartom hitelesnek Stoll András ottani szereplését, mert nem mondta, hogy drága barát, én már az Úrnak megtértem, én átadtam az életemet. Csak azt mondta, hogy valahol vannak őrangyalaim, hát ha még a hitemet is megkapom. És ha csak ennyi lenne, már ez is nagy remény. Igen, persze, ez nagyon fontos, az ember azt érezze, hogy vezekel a bűneiért, és ezért előbb-utóbb meg kell kapni a feloldozást, de van egy igazságszolgáltatási procedúra is. Kérem szépen. Ön mire számít, csak nagyon röviden, hogy Stollt elítélhetik-e jogerősen? Nekem meggyőződésem, hogy el fogják ítélni. Tehát ez meggyőződésem, hogy nem teheti meg az igazságszolgáltatás, hogy valamilyen típusú ítéletet ne hozzon egy ilyen ügyben. Ennek ellenére nem azt mondom, hogy egy bukott ember, és nem azt mondom, hogy egy olyan, aki ezzel elrontotta, lehet, hogy most találta meg az igazi életét. Lehet, hogy most szólította meg igazából az Úr. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és mindezeket elmondta. Köszönöm szépen.